Ezek a felvételek 2010 tavaszán készültek. Az akkori csapadékos időjárás a megye számos településén óriási károkat okozott a helyi lakóknak és az önkormányzatoknak is. A víz egész utcákat, házakat öntött el, és löszfalakat bontott meg. A nagy esőzések azonban ezentúl nem jelenthetnek ekkora problémát, hiszen a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésére és helyreállítására nyert pályázatot összesen 13 Fejér megyei település. Az önkormányzatok összesen majdnem 1,5 milliárd forintból valósíthatják meg elképzeléseiket. Összességében a Fejér megyei pályázatok, az első szakaszban 4 darab nyertes pályázat volt, mintegy 330 millió forint támogatási összeggel, a második most kihirdetett szakaszban pedig 9 darab nyertes pályázat volt, a támogatási összeg pedig 1 milliárd 138 millió forint. Székesfehérvár önkormányzata is indult ezen a pályázaton. A városnak ebből a forrásból 150 millió forint jut, amit a Mártírok útja rekonstrukciójára fordítanak. Ez a támogatás biztosítja azt, hogy a csapadékvíz problémák egy jelentős részét is meg fogjuk tudni ennek a felújításnak a keretében oldani, úgyhogy 2014 második felére a Mártírok útja teljes felújításban, mind burkolatában megújul, mind pedig egy csapadék csatorna beruházás is meg tud valósulni. A pályázatnak köszönhetően csapadékvíz elvezető rendszerre a közeljövőben városunkon kívül Iszka-Szentgyörgy, Cece, Gánd, Bakoncsernye, Polgárdi, Magyaralmás, Nagyvenyim és Baracs fordít nagyobb összeget. Térségünk országgyűlési képviselői is részt vettek a pályázatok aláírási ceremóniáján, akik azt ígérték, hogy a jövőben is lobbizni fognak a program folytatásáért, hiszen, mint mondták, van még teendő.